a sárga krumpli, aki piros akart lenni. Élt, éldegélt a határban, ott is a mező végén, a művel területeknél, gumóföldi gumófi, főgumó úrral és gumónéval. Szóbeszéd járta évek óta a sárga krumpli családok között, hogy bizony nem is, hogy távol, a közeli falu végen élnek más színű krumplik is. Sokat gondolkodott gumófi, hogyan tűnhet neki valamivel társai közül, de lévén fiatal még, bizony nem értett ő semmihez sem. Biztos a szín lehet az, ami kiváltságosá tehet engem, gondolta a kis krumpli, és folyamatosan ezt hajtogatta anyukájának. Egy nap, amikor sétálni indult, meglátott egy csodálatos piros virágot, oda is ment hozzá egyből. Kedves piros virágocska, szakítanál a ruhácskádból pár darabot, hogy magammal vihessem? Piros krumpli szeretnék lenni, hát, ha te tudsz ebben segíteni, szólt Gumófi. Szívesen adnék a szírmaimból, de fájdalmat okoz, ha letépünk belőlem, viszont pár nap múlva lehulnak maguktól, ha ismét erre jársz, vihetsz a szírmaimból, válaszolta a pipacs. Visszajövök hozzád, felelte az ifjonc, és megköszönte a gyönyörű virág kedvességét. Teltek, múltak a napok kis már nagyon várta, hogy találkozhasson a pipacsa. Mikor eljött az idő, valóban a földön találta a szirmokat. Hazavitte őket, beosonta a vermébe, és elkezdte magát dörzsölni vele, sajnos azonban nem látott változást. Gondolkodott, mit is tehetne. Feltette egy nagy lábasban forni őket, és mikor a víz kellően kihűlt, a dézsába öntötte és lecsutakolta magát vele egyszer csak észrevette, hogy a piros lész szépen befogja, és megváltoztatta a sárga színét. Nagyon örült, hogy sikerült a terve, boldogan szaladt ki a vermükből. Igyekezete azonban más reakciót váltott ki a krumplik többségéből. Meghökkent tekintetekkel találkozott, és összesúgtak a háta mögött, ami bántotta őt, és végtelenül elszomorodott. Amikor gumónéval találkozott, ő mosolyogva fogadta. Édesanyám, mondd el kérlek, miért nem tetszik a külső a kérdezte gumófi. Fiacskám, egy tetted magad valamivel, ami mások szemében a megszokottól eltér. Előfordulhat, hogy kezdetben nehezenben fogadják, de meglásd, idővel megszokják majd. Furcsa lehet nekik, hogy a szóbeszédből hallottak, Egyszerre csak megjelennek előttük, válaszolta az asszonyka. Úgy is lett, ahogy anyukája mondta. Krumplifölde lakói idővel másképpen fogadták, sőt, érdeklődve hallgatták átalakulásának történetét. Hamarosan a piros szín is kopni kezdett, és visszatért eredeti, sárga színe. Imáron jól fogadta a változást, kipróbált valami újat, ami pillanatnyi boldogsággal töltött el. Ő azonban maga is bölcsebb lett, és rájött, hogy mindegy, milyen külsővel jelenik meg, amíg az jó érzéssel tölti el, jobb dolog nem is történhet vele.